Itt már javában melegít a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium röpis lánycsapata. 4 meccset kellett játszaniuk. Pakson a Deák Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka adott otthont a 4. korcsoportos röplabda lány Diák Olimpia megyei döntőjének. Nagyon örülünk annak, hogy a tavalyi úgymond foghíjasan megrendezett diákolimpiai versenyrendszerünk ebben a tanévben úgymond zökkenőmentesen zajlik. Tehát a szeptember óta megkezdett versenyeink hiánytalanul megrendezésre kerülhettek. Ezt a helyén kell kezelnünk, és örülünk a lehetőségnek. A mai megyei döntőnk, ez a röplabda lány diákolimpia 4. korcsoportos megyei döntője, ahol is ugye a 7.-8. korosztály vesz részt a versengésben. Alapszintű versenyen 10 Tolna megyei általános iskola vett részt a versengésben, és ma az 5 bajnok jött a megyei döntőnkbe. Örömünkre szolgál, hogy a Dombóvár város környékén is megindult a röplabda, és más korcsoportokban, fiúknál, lányoknál is van résztvevő, így ma a Dombóvári Belvárosi Iskola először vesz részt megyei döntőn. Szekszárd város környékéről a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a résztvevő, Paks és környékén 4 csapat versengett a megyei döntőbe való jutásért, és itt 2 csapat is képviseli a város környékét, így a házigazda Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, illetve a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium. Ez idáig ugye 4 csapat, és akkor a Bonyhád város környéki bajnok, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium. A lebonyolítás körmérkőzés, tehát 10 mérkőzés, mindenki játszik mindenkivel, és alanyi jogon a megyebajnok fog továbbjutni a Diákolimpia országos döntőjére, amely május közepén kerül majd megrendezésre. Kovács Lujza, Sága Norina, Babos Enikő, Tóth Olivia, Varga Adél és Tamás Panna alkotja a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium lánycsapatát. 3 összecsapás után a 4. a tét a bronzérem volt számukra. Hát a 7.-8. osztályos lányokkal jöttünk, ez a 4. korcsoportos röplabda diákolimpia. Itt még itt is fiataloknak számítunk, mert 4 darab 7. lány van, és 2 8. Az volt a célunk, hogy a játékot gyakoroljuk, tehát nem az eredmény nekünk itt a lényeg. Eddig 3 meccset játszottunk, 1-1 sikerült nyernünk, és van még egy utolsó mérkőzésünk, hogy remélem azt sikerül behúzni, és akkor még egy bronzéremre esélyesek vagyunk. Hát heti 2 edzésünk van. A Tolnán, a Tolnai Kulturális Központban, Lovardában tartjuk az edzéseinket, kedden és csütörtökön 3 órától. A döntő többségében a gimnáziumból járnak hozzánk a gyerekek edzésre, de van olyan is, aki külsős, tehát nem a gimnázium tanulója. És a lányok nagy része, ugye mivel 7-es, most került oda hozzánk az iskolába, ezért most kezdte ebbe a tanévbe az edzésre járást. Ahhoz képest, hogy Tolnán a röplabda nem egy meghatározó sport, azért a gimnáziumban mindig volt röplabda élet, most egy kicsit jobban kezd felvirágozni, mert dolgozunk évek óta rajta, több mint 20 gyerek jár rendszeresen edzésre, és egészen meg vagyok elégedve most az edzés munkával. Hát az idei évben most a fiúk, a gimnazista fiúk megnyerték a megyei döntőt az amatőr kategóriába. Az ősszel az igazolt versenyzők között is a fiúknak, a gimnazista fiúknak második helyet sikerült végezniük, úgyhogy mostanában kezd egy kicsit jobban menni ez a játék. Mindenkinek vannak feladatai, amit meg kell oldani. A 2 feladóval vagyok a legjobban megelégedve, illetve hát a szerván kell javítani, mert a szervák azok borzalmasan gyengén mennek, az eredményesebbek tudnánk lenni, ha tudnánk jó szerválni. A 13 éves Babos Enikő tavaly nyáron kezdett el röplabdázni, megszerette ezt a labdajátékot és az összetartó közösséget. Először a bátyámtól hallottam róla, mert ő is röplabdázott, és onnan hallottam, hogy milyen a közösség is, meg hogy jó a csapat, meg a játék is jó, és igazából így emiatt kezdtem el röplabdázni, és nagyon szeretem is. Általában feladó szoktam lenni. Amikor ide érkeztünk, akkor az eleje az nehezen ment, mivel meg kellett szokni az új környezetet. A második az már jól ment, mivel megszoktuk már a környezetet, és így könnyebben ment. A harmadiknál viszont már nehéz volt, mivel a bonyhádiak elég erősek,
és így nehéz volt, és még mindenki feszült volt. Más sportot nem üzök, de még nem tudom igazából, hogy a röplabdával mit szeretnék kezdeni, de mindenképpen szeretném folytatni a jövőbe is. A tolnai lányoknak az utolsó meccsükön a vendéglátó deákosokat sikerült szoros, nagy csatában 3-2-re megverniük, így a Pakson rendezett tornán bronzérmet szereztek. A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium végzett a második helyen, míg az országos döntőbe való továbbjutást jelentő első helyen hibátlan teljesítménnyel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola lánycsapata végzett.